korai iskola elhagyók számának csökkentése az Európa 2020 stratégia kulcsindikátora. Hazánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. A stratégia célkitűzéseihez illeszkedve a kiemelt projekt célja ágazati, helyi közösségi együttműködések kialakítása által olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a bevont köznevelési intézményekben, amelyek által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, hozzásegítik a tanulókat a végzettségek a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez. Továbbá az oktatási hivatal által működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése. Több pályázatunk zárult az előző tanév végén. Tehát például volt egy 25 lányt megmozgató barisei pályázatunk, amely a lemorzsolódás megelőzését szolgálta, illetve az esélyegyenlőség biztosítását, női és férfi esélyegyenlőség biztosítását, hisz tudjuk, hogy a roma származásúak közül inkább a férfiak, akik foglalkoztatásban részesülnek, és kevésbé a hölgyek és a lányainknál azt szerettük volna elérni, mint középiskolás, mind pedig általános iskolás kategóriában, hogy érezzék azt, hogy nekik is ott van a lehetőség, tenni kell értem, végigvinni, amit kitűztek célú, szakmát szerezni, és lehetőség van arra, hogy elhelyezkedjenek. Ez a 30 milliós pályázatunk zárult le, befogadta most már a minisztérium a beszámolónkat is, és az ebben megvalósult pályaorientációs projektünkkel az Innovációs és Technológia Minisztérium által meghirdetett pályázaton vettünk részt, amely a férfiak és nők esélyegyenlőségének biztosításában első díjra jelölt bennünket, illetve érdemesített bennünket, meg is kaptuk érte az oklevelet, illetve egy jutalomjátékot, ÖKO fenntarthatósági jutalomjátékot, amelyet a Marista Fesztiválokon tudtunk a gyerekek számára biztosítani. Több játékban volt lehetőségük a kompetenciáik és képességeik fejlesztésére, fölismerve azt, hogy mennyire fontos a környezetünk védelme. De nem csak ilyen, hanem más pályázatokon is részt vesz az iskola. Folyamatos pályázatban vagyunk az útravaló ösztöndi pályázatban azok a tanulóink, akik legalább három egészes átlaggal rendelkeznek, de, de inkább ennél fölött, tehát e fölött, azért vannak nagyon jó tanuló gyerekeink, akiket mentorálnak a kollégáim nagyon nagy lelkesedéssel és energiával. Most van továbbfutós pályázat is ezen a téren, 7.-8. osztályosokat érinti, illetve van új pályázónk is. Erről még az eredményt nem tudjuk, a továbbfutósakkal pedig zajlik a munka. A Lüsztöp pályázaton belül a Köszönjük szépen a koordinációs munkáját a Kliknek, hisz ők voltak azok a karcagi ö, tankerületi központ, akik koordinálták a tanszer csomagoztást a mi gyerekeinknek is. Nagyon sok halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulónk van. Akik nem kaptak volna csomagot, egy olyan 45-50 fő, nekik az iskola biztosított, hogy mindenki számára elérhető legyen a, az, a jó iskolakezdés, az, az eszközökkel ellátott iskolakezdés, hisz tudjuk, hogy az nagyon fontos. Ez is egy nagyon jó dolog, már második éve valósul, ez meg reméljük, hogy marad és jövőre is részesülhetünk benne. FOP 3.1.5-ös pályázatban veszünk részt, már most lezárult volna a pályázat, de a pandémia miatt húzódik, kitolták ennek a határidejét, úgy néz ki, hogy április intenzíven továbbfutó pályázók vagyunk, és folytatjuk azt a munkát, most már elkészült az intézményi komplex cselekvési tervünk, amelyet meg is valósítunk az idén, és ezekben a programokat az idén még most, eddig, pontig sikerült meg is valósítani, úgyhogy reméljük, hogy megengedi majd a járványügyi helyzet is, hogy tovább tudjuk ezt folytatni. A projekt beavatkozásai a konvergencia régiókra irányulnak, és a 2020-ban elérendő tagállami vállalás által figyelembe vehető korcsoportoknak 18-24 év a jelenleg megfelelő életkori csoportját célozzák.